A környező lakótelepel egy idős Albert utcai cseperedő óvoda udvar felújítását is elvégzi idén nyáron az önkormányzat. Nagyon időszerű volt, hogy felújítsuk, és különösen azért is, mert itt az óvoda mellett nyílik nem sokára egy evangélikus óvoda, ami ilyen értelemben egy versenytársa lesz a mi intézményünknek, úgyhogy már csak ezért is indokolt, hogy felújítsuk ezt az udvart. Közbeszerzésen nyerte el ezt a munkálatot a Kobolt 2003 Kft., és körülbelül 160 millió forintba kerülnek majd ezek a munkálatok. Egy ütemben az egész udvart felújítjuk, új körülbelül 600 négyzetméternyi gumiburkolatot, ütéscsillapító gumiburkolatot építünk, lesz egy gyepszőnyeges rész is, illetve 26 új játékot is telepítünk az udvarra. A tervezés során a különböző korcsoportú gyerekek igényei szerint válogatták a játszóeszközöket. Építenek például új homokozókat, műanyag csúszdás játékvárat, lapüléses és fészekhintákat, edukációs játékpaneleket és egy játékvillamost is. Továbbá a hátsó játszóudvar lehatárolására egy új, alacsony kiskapus kerítést alakítanak ki. Kialakítunk egy kültéri zuhanyzót pancsolót a gyerekek részére, az új játékok köré ütéscsillapító gumiburkolatot telepítünk, lesz egy műfűves burkolatú focipálya, illetve a környező részen pedig felújítjuk az zöld felületet. A teljes körű udvarfelújítást július közepén kezdte meg a kivitelező, a befejezést pedig szeptember végére tervezik. Próbáljuk a kivitelezőre úgy ütemezni a munkálatokat, hogy az udvar egy része már szeptember elején a nevelésével ér el, készüljön, és akkor ott már tudnak az udvaron is tartózkodni az óvodások. Nyilván a másik részen még folynak majd munkálatok, de ez nem fogja őket zavarni. Az Albert utcai cseperedő óviban végzett munkálatokkal párhuzamosan a nyári szünetben elvégzik az ezüstfenyőtéri Albert falvai óvoda és a Bogdánfi utcai Lágymányosi óvoda udvar felújítását is.